Sziasztok, Rigó Ricsi vagyok, és most elmesélem nektek, hogy hogyan lett jobb a fizikumom azáltal, hogy jobban vigyázok az izületeimre. Négy és fél hónappal ezelőtt történt velem egy szerencsétlen baleset edzés során, ahol sikerült leszakítanom a combomnak mind a 8 fejizmát előről. Itt átestem egy 3,5 órás műtéten, ahol a inakat visszacsavarozták. Viszonylag szerencsés sérülés volt, mert nem izom szakadt, hanem az inak szakadtak le a csontról, ezáltal vissza tudták csavarozni. Ezért esztétikailag nem lesz akkora különbség, mint ami a baleset előtt volt. Egy hónapig kényszerpihenőre voltam intélve, ágyba kellett feküdnöm, vagy ülőhelyzetben voltam, lábra nem állhattam, mivel mind a két lábam simbe volt rakva. Így edzeni se tudtam, a gumiköteles edésem tartottam pozitívnak, mert kizárólag a gyógyulásra kellett oda koncentrálnom. Ekkor táplálékkiegészítő készítményeket ugyanúgy fogyasztottam, hogy a szervezet jobban tudja saját magát gyógyítani. Majd amint lábra állhattam, elmentem konditerembe edzeni. Most úgy kellett ezt elképzelni, hogy volt nekem egy testtömegem akkor, mielőtt történt a baleset, az X volt. Amikor felálltam lábra, az ugyanúgy X volt, és elmentem a konditerembe, amikor elkezdtem újra mozogni, akkor hirtelen X-10 lett. Ezért tudtam, hogy probléma van, tudtam, hogy az izmok meg az izületek nincsenek abba a karbantartásban, mint előtte voltak, a sérülésemtől eltekintve. Mert ugye egy hónapig pihenőhelyzetben voltam, így az izmok, inak, szalagok, mindegyik megpihent, és újra kellett kezdenem úgymond az edzést. Ezért kisúlyos edzéseket hajtottam végre magas ismétlés számmal. A lábsérülésemnek köszönhetően azóta se használok nagy súlyos edzést. Nem mondom azt, hogy nem megyek el 6-8 ismétlésig, mert megteszem, és relatív nagy súllyal, de arra törekszek mindenféleképpen, hogy ez a 15-20 ismétlés meglegyen, akár szabad súllyal, akár géphasználattal. Ez a magas ismétlés szám nagyon jó hatással van az izomzatomra, mélyültek az izomrostok, jobban, hát úgynevezett 3D-sebbek lettek. Nem csak az, hogy lett egy nagy tömb rajtam, hanem esztétikusabb, szebb izomformák fejlődtek ki. Hozzáteszem, hogy mivel kardiózni sem kardiózhattam meg, nem járhattam favágóként erdőre dolgozni, mert nekem az állóképességemet ezek adták meg. A magas ismétlés szám fenntartotta a kondíciómat, amellett, hogy rettentően javult az izomállapotom. Amikor elkezdtem újra konditerembe járni, akkor tapasztaltam a úgymond a kezdősérüléseket, mint a alkarfájdalom, a könyékfájdalom, a derékfájdalom. Ezáltal nagyon meg kellett támogatnom a szervezetemet izületvédő készítményekkel. Itt kitérhetek akár a kollagénre is, mert jelentős mértékben az jött be új készítményként a életembe, nagy mértékben fogyasztottam és nagy mértékben hozzásegített, mert azt kell tudnunk, hogy a izületeket is ugyanúgy kell táplálnunk, mint az izmokat. Hogyha mi megterelő fizikális munkát végzünk, ha konditerembe járunk, ha sportolunk, extrém sportot űzünk, akkor is az izületek hosszú távon elkapnak, ha nem tápláljuk, nem pótoljuk őket, nem erősítjük fel. A sérülésem után körülbelül 3,5 hónappal elkezdtem újra erősíteni a lábaimat, mivel megkaptam az orvostól azt a lehetőséget, utasítást, hogy most már terhelhetem őket. Azóta viszont azt tapasztaltam jelentős mértékben, amit addig is tudtam, csak nem volt benne tapasztalatom, most már van. Lábazni mindenféleképpen muszáj, kell, kötelező, nincsen rá kifogás. Ha nem lábaz az ember, akkor nem fejlődik úgy a szervezete, nem fejlődik úgy a felső teste, semmilyen izomzata. Ideális esetben a lábunk a testtömegünknek majdnem a felét teszi ki, ezáltal csak bele kell gondolni abba, hogyha azt az izmot is megmozgatjuk, akkor az anyagcserénket, a szervezetünket mennyire készítjük arra, hogy
magasabb szinten dolgozzon, magasabb szinten regenerálja a szervezetet, és ez nem csak a lábizomra lesz utána igaz, hanem ugyanúgy akár egy kis izomra, a bicepsre, vagy a tricepsre is. Egy megfelelő kemény lábedzésnek hormonális szinten is van beleszólása, mégpedig úgy, hogy nagyon pozitív hatása van a tesztoszteron szintre, és így, mivel hogy a saját tesztoszteron szintünk megnövekszik, ezáltal a többi izmunkat is jobban tudjuk fejleszteni. Nálam az izületvédelemnek három pillére van, mégpedig az első az, hogy edzés közben odafigyelek az izületeimre, magas ismétlés számú edzést végzek, izületvédő készítményeket fogyasztok nagy dózisba, és van plusz egy, az, hogy eszközöket használok az edzés során, mégpedig ilyen szorítókat, amelyek az edzés során az izületeket tartják, és megfelelő hőmérsékleten is biztosítanak számukra. És egy kis pszichológiai pluszt is adnak, hogy esetleges sérüléseket elkerülhetem velük.